Na sziasztok, ebben a videóban veszélyes ősi fegyvereket fog kipróbálni. Szóval beszereztem 6 ősi fegyvert, amik közül meg szeretném tudni a videó végére, hogy melyik a legjobb. Ezek nem vicc tárgyak, hiszen tényleg veszélyesek és akár halálosak is tudnak. Tehát ebben a videóban megnézzük, hogy mennyire erősek, mennyire pontosak. És végül, de nem utolsó sorban megnézzük, hogy mennyire vagyok szerencsétlen ezekkel az eszközökkel. Szóval, ha unod már a semmit mondó vlog videókat és szeretnél valami érdekeset látni, akkor let's go! Én azt mondom, kezdjük a szamuráj karddal, vagy más néven a katanával. Ezt a fegyvert már majdnem 1000 évvel ezelőtt elkezdték használni a japán katonák. Gondolom nem kell magyaráznom, hogy vágásra használták, szóval aki a közelébe került, annak adja. Konkrétan megrekteltem az ananász. Ezután egyből jöhetett egy nagyobb darab gyümölcs is, mint például egy minden. Nem hiszem el, ez nem hiszem el, hogy ennyire éles. Nem hiszem. Bocsi, srácok, lehet videón nem jön át, de én ezt nagyon élvezem, ezt a kardot. Ahhoz képest, hogy lejárt szavatosságú, ennek nincsen még semmi baj. Na, de a gyümölcsök mellett le akartam teszteni pár üdítős dobozt is. Kirobbantottam az energiaitalt egy pengével. Ez nagyon király volt. Maradványokat természetesen összeszedem egy helyre, és majd szépen elvisszük a kukába meg a komposztba. Ezután jöhettek az ilyen kisebb gyümölcsök, amiket ilyen fruit ninja-szerűen, de akartam ezeket is tesztelni, hogy mennyire nehéz vagy könnyű eltalálni őket a levegőben. Elsőre! Nem tudom, hogy kamerán keresztül hogy látszott, de oh, lol. Az te! A másik fele nem tudom, hova lett, de egy az egybe félbe lett vág. Végül, de nem utolsó sorban az áfonya. Hát lehet, hogy ez rossz ötlet volt, hiszen nem pont optimális egy szamuráj karddal áfonyát elvágni, úgyhogy csak próbálkoztam. Na de ott, amíg Alex hadonászik a hülye kardjába és megpróbálja elvágni az áfonyákat, hadd köszönjem meg, hogy a mai videót a World of Tanks támogatta, aki visszatérő brand a csatornán. Beköszöntött a nyári szünet és esténként nem tudunk, mit csinálják. Ez a játék csak is rád vág, és tele van izgalmakkal, taktikákkal, stratégiákkal, meg mindennel, ami egy háborúzós játékhoz illik. Mert a nevéből adódóan tankokkal kell egymással háborúzni, és hát megmondom nektek, hogy szerintem egy nagyon jó elfoglaltság, hogyha tényleg most nincs semmilyen játék a gépeteken, amit esetleg szívesen nyomnátok, én azt mondom, hagyjatok egy próbát ennek. Nem hiszem el, komolyan. Tiszta hülye ez a gyerekes küszöb. Ha most regisztrálsz a leírásban lévő linken keresztül, akkor egy csomóféle bónusz kaphat. Ezekkel a bónuszokkal jóval könnyebb elkezdeni a játékot, mert kicsit nehéz fejlődni. Ez szerintem egy plusz pont a World of Tanksnek, hogy nem lehet hamar ráunni, hiszen tényleg lassú a fejlődés. Én azt mondom, veszíteni valótok nincs, hogyha esténként tényleg akartok egy jó játékot, akkor próbáljátok ki a World of Tanks-et. Link a leírásban. Na de most már nézzük meg, hogy mit csinál a Lex. Nem hiszitek el, de rengeteg próbálkozás után ez történt. Oh, eltaláltam! Látjátok, az áfonyának a fröcskölés ott van a kardon is, szóval azt szeret ilyen dologról gyerekkoromban csak álmodni mert. De tudjátok, én az avatárom meg a Samurai Jacken nőttem fel, és én annyira izgatott vagyok, még a többi fegyver is, alig várom, hogy kipróbáljam őket. A következő fegyver az nem más, mint a crossbow, vagy szép magyarul mondva a számszerű. Ezt a fegyvert körülbelül 2500 évvel ezelőtt használták, és arról volt népszerű, hogy a lövedék az nagyon pontosan és nagyon erősen tudott becsapni. Először kihúzzuk, belokkoljuk, utána kell a számszerűbe a lövedéket beletenni. Húha, azt hiszem problémákkal ütközünk, mert egyszerűen lepattant a gyümölcsre, mint egy gumilabda. Az ananász ellenállt, de a banán az nem menekült. Oh, na, a banánt azt már hátfúrta bezzeg. Bocsi kicsi banán, de a videó kedvéért muszáj volt. Nézzük valami keményebbet is, mint például a grapefruitot. Headshot! Oh, headshot! Ez azért tényleg telibe a fejébe ment. Ezután egy picit távolabbi célpontokat is elhelyeztem egy állványra, hogy teszteljem tovább a célzás tudásomat. Oh, elsőre! Megérted csészni több ezer órát! Még van egy célpontunk, ismét egy áfonya darab. Ha ezt is elsőre eltalálom... Oh, yes! Az biztos, hogy rövid távra rohadt jól lehet célozni ezzel a fegyóval, hiszen az áfonyát is elsőre kigittelte. Mondtam, megérte csészni 3000 óra! Na de kérdezhetitek, hogy mi van a hosszabb távokkal? 12, körülbelül 12 méterre még egy célpontot oda felállítottam. Amint látjátok, egy csomót próbálkoztam, de valahogy egyfolytában mellé lőttem, amikor egyszer csak... Na végre, te jó! Ez a crossbow nem a legerősebb, de majd megvárjuk a videó végét, és majd akkor viszonyítsuk a többi fegyverhez. A következő fegyver az nem más, mint egy láncos buzogány. Buzogányt is több mint 1000 évvel ezelőtt elkezdték használni, legfőképp páncélzat szétzúzása az ellenséggel szemben. Először fogalmam sem volt, hogy hogyan kéne elkezdeni, vagy egyáltalán használni ezt az eszközt. Ezért rákerestem a YouTube-on, hogy hátra találok valami tutoriál szerűséget, hát nem sok sikerre jártam, különféle videókat találtam, de tutoriált nem. Úgy voltam vele, hogy egyefene, a fejemet csak nem ütöm le, megpróbáltam egyet lódítani. Asszony, na ez azért... Ne, azon a nászon begurult!
kamera is ananászos lett egy kicsit, de legurult a patakba az ananász. Azért köszönöm szépen, de a háború idején, ha egy ilyent kaptam volna a mellkasomba, jó, el sem akarom kétszer. Annyira le voltam nyűgözve, hogy gondoltam, még egyet adok az ananásznak. Azt a... nem hiszem el, mit lehet ezzel ütni. Konkrétan szétzúzod az áldozatot ezzel. És én ilyen cuccokat rendeltem a netről. Az ananász konkrétan a temetőbe küldtem, úgyhogy következhetett a jó öreg dinnye is. Kicsit magasabban van, ami lehet, hogy jó is. A dinnyének esélyes is túlél. Mi van a kezembe, te jó ég? Ezután megpróbáltam tesztelni a pontosságát is kisebb célpontokkal, mint például ezzel a grapefruittal. Annyira félek, hogy a GoPro-t találom el. Hát egy kicsit balúsultam. Keresen szétzúztam, de annyiszor eltaláltam az asztalt, hogy kikopott egy csomó éle. Nem tudom, hogy miért, de folyton mellé üttem. Na de felraktam egy dobozos ücsit is, és hát... Én esküszöm, hogy lassítva visszanézem a felvételt. Egyszerűen eldobom az agyat. Yes! A kamera tiszta dzsúha lett. Jó. Ez beteg ez a buzogány. Na de maradjatok velem, mert még közel sincs vége a videónak, hiszen lesznek még olyan fegyverek, amitől egyszerűen eldobtam az agyat. A fegyver az nem más, mint a paritja. Szerintem ezt senkinek se kell bemutatni. Ez viszont csak az 1800-as években lett népszerű, hiszen azelőtt fel kellett találják a gumit, amitől nagyon függött a paritja erőssége. Mivel ez nagyon egyszerű és nem arra volt tervezve, hogy egymásnak a fejét betörjük, mint a cségóban. Valószínűleg az ereje nem lesz nagy, a pontoságát nem tudom, na de nézzük. Az ananász meg se érezte. Hát a legnagyobb damage, amit kapott a dinnyel, konkrétan ennyi. Ismét egy olyan 12-13 méteres távolságban vagyok, és ha innen eltalálom azt a porrat, akkor hivatalosan is jó, pontosan lehet ezzel célozni. Paritjával sincs sok tapasztalatom, de annál nagyobb reménnyel elkezdtem célozni. Felrakok még két célpontot, mert rájöttem, hogy nagyon béna vagyok ebben. Ez nem tovalapszott, de milyen durva hangja volt ennek a kőn. Ez a paritjázás látszatra könnyűnek tűnik, de azért kellett egy kis idő, amíg ráéreztem, és végre eltaláltam valamit. Yes! A kupakat eltaláltam egyszer. Találat után konkrétan kétszer egymás után is eltaláltam ismét a célpontokat. Na de a maradék két fegyver, azok már, hát ő halálosak. A következő, az nem más, mint... a bárd. Az emberiség úgy tudja, hogy az első bárdok visszanyúlnak 8000 évvel ezelőttre is. Elvileg akkor találták fel őket állatok ölésére, meg favágásra, de aztán persze háborúzásra is, mert hát az emberek azok mindig konfliktusban vannak, igaz? És ugyanúgy, mint a többi fegyverre kapcsolatban, fogalmam sincs, hogy kell használni, először fogok ilyent a kezembe, szóval noob vagyok. Elnézést. Azt a rohadt, ez is milyen éles. Ezt is olyan érzés volt használni, mint a szamuráj kardot. Egyszerűen úgy éreztem magam, mint amikor a gyerek új játékot kap. Csak mély szár. Azt a rohadt, ennek mennyi volt az esélye? Annyira megvágtam, hogy pont fröcsköl belőle. Na jó, nincs mese, halál! Most pedig jöhet a pontosság. Elsőre. Végeredményben a kivi sem bírta ki. Nagyon erős, nagyon éles, lehet pontosan is ütni vele, de viszont ezzel már könnyen lehet trükköket tanulni bármilyent is. A következő fegyver az nem más lesz, mint az íj. Ez a fegyver az emberek egyik legősibb találmánya, ami visszanyúlik több mint 11.000 évre is az internet szerint. Használatát ugyanúgy a vadászat is lette meg, de szinte az egész világon elterjedt a háborúkban. Én nagyon tudom egyébként csodálni az íjászat művészetét, szóval nagyon remélem, hogy fun lesz ezt is kipróbálni. Nos, annyira retek voltam az íjjal, hogy eszembe jutott, hogy ezzel a fegyverrel kapcsolatban talán lehetne egy kis segítség. Igen. Kedves nézők, ellátogatta az unokatestvéremhez, Zsoltihoz. Hello. Ő fogja nekem megmutatni, hogy hogyan is kéne íjászkodni, mert ha jól tudom, te ilyen hobbi íjász vagy. Túlzásnak érzem, de igen, végül na jó. Először is Zsolti megvizsgálta az én íjamat, és hát elég hamar rájöttünk, hogy nem pont optimálisat vettem. Konkrétan annyira pontatlanul lehetett vele lőni, hogy közvetlen közelről sem találtunk el semmit jóformán. Na úgyhogy nem lehet célozni meg neki. Aztán Zsolti elővette a profi íjat, ezzel fogunk tovább tesztelni. Jó, az a tiéd jobban átment, nem is kicsit. Tehát nem gyermek kezébe való. Egyáltalán nem. Főleg nehogy sehol senki úgy lőjön vele, hogy valaki előtte van.
kevesebb. Amúgy a művészetethez tartozik az is, hogy mezitláb vagy? Az kell ahhoz, hogy nem elegedjek túl. De most nézzük meg, hogy mennyire pontos. Jóval hátrébb fogunk menni, és úgy próbálunk meg eltalálni célpontokat. Minél egyenesebb vagy, annál könnyebb lesz pontosabban venni valahogy. Na igen, csak volt egy kis probléma. Mégpedig az, hogy hihetetlen nagy hőség volt. Annyira izzadtunk, hogy egyszerűen fél órán át nem találtunk el kb. Semmit 20 méteres távolságban sem. Csak lőttünk, lőttünk és lőttünk, mire egyszer csak... Yes, végre valamit! Végre valahol eltaláltam valamit. Hát az agyába azért lyukat fúr. Ironikus módon pont a következő lövésnél is Zsolti is eltalált valamit. Na ez telibe. Áthasította? Igen, tehát rendesen kihasott. Na jó, Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy bemutattad az íjászkodást, még ha csak hobbi szinten is. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Szívesen. Mint mondtam a videó elején is, csak kipróbáltam ezeket a fegyvereket, szóval nem kell semmi nagy konklúziót lekövetkeztetni ebből. Ha még itt vagy, akkor megköszönném, ha ezt a videót is megtekintenéd. Nagyon remélem, hogy ez is tetszeni fog, és hát nem is tudom, mire vársz. Hát azért raktam ide, hogy kattints ide. Kattints már ide, ember, hát mi vagy még? Na jó, sziasztok, vigyázzatok magatokat.